Több mint 4000 gyerek látogat el a várba a Gyerek Borsodi Fonó programjaira a héten. Mese, játékok, hangszerek és persze tánc. A kicsik számára már az első nap is tartalmasan telt. Az ország minden részéről érkeztek a gyerekek, hogy megnézhessék a várat és átéljék az igazi fonó hangulatot. Különleges, középkort idéző, ám ma is népszerű hangszerekkel ismerkedhettek meg közelebbről a kicsik a Borsodi Fonó gyermekprogramjain. A vár az nagyon tetszik, Balmazújvárosról jöttem, és eddig a programok nagyon jók. A hangszerek megismerése mellett pedig a zene élménye is magával ragadta az ifjú látogatókat. Táncra is perdültek a gyerekek a lovakteremben. A táncházi hangulat a felnőttekre is hatással volt, a testmozgás után viszont már várta őket a következő helyszín. P-Dudás Zsuzsi ezúttal is magával hozta védjegyének számító kecske dudáját. Zenével ízesített meséi minden alkalommal elvarázsolják a közönséget. Idén egy nagyon izgalmas témával, az aranyszőrű bárányjal készültünk, ami egy kicsit mese, egy kicsit a mai kor, egy kicsit dudás, egy kicsit énekes, egy kicsit interaktív, és egy kicsit minden belőlünk tulajdonképpen. Diósgyőrben még akár a háromfejű sárkánnyal is megküzdhettek a bátrak. A vár és a lovagi tornák tere mellett a környéken is volt program bőséggel, például középkori játszóház. A kardvívás mellett többek között a csúzlizás tudományát is megtanulhatták a gyerekek. Nagyon sok miskolci gyermek érkezik hozzánk, de egyébként az ország minden részéből érkeznek ilyenkor. Sok a visszatérő vendég, akik egyszer itt voltak, megkedvelték a programot, azok visszatérnek a következő évben is. 5 állomásunk van, amelyet a csoportvezetők segítségével járnak be a gyerekek. 5 állomás, vagyis 5 különböző program minden nap. A Gyerek Borsodi Fonó 5 napjának programjaira idén több mint 2000 gyerek érkezik.